Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit itt a pénteki streamünkben, ahol nem mással fogunk játszani, mint a God of War-ral. Örülök neki, hogy itt vagytok. Szia Skandi, hello, szia Pisztácia, nem is húzom nagyon túl a dolgot. Bazsi, hello, üdvözöllek. Folytassuk tovább a God of War-t, nem is akarok én túlpofázni itt a bevezető képernyőn. Tudom, hogy mindannyian jól vagytok, tudom, hogy mindenkivel minden rendben, legalábbis ebben reménykedem, és legyen is így. Bazsi, örülök neki, hogy benézel. Óvatosan mindenki a spoilerek miatt, én totálisan megértem, ha valaki nem nézi a streamet, higgyétek el nekem, amikor én nem streameltem, én sem néztem másokat addig, amíg be nem fejeztem azt a részt, ami neuralgikus pont, vagy el nem jutottam legalább tovább, mint az adott streamer, úgyhogy én abszolút megértem, srácok. Vigyázzatok a spoilerekre, ez egy sztori-orientált játék, itt nagyon fontos, hogy az első legyen a dolog. Na szóval, menjünk tovább. Én azt mondtam. Hol a PlayStation kontrollerem? Itt. Hopp. Így, ezt itt beállítottam. Angi papa bejött, hogy nem. Akkor nem. De ha nem, nem. Ezen nem szabad vitatkozni. Egy nem, az nemet jelent. Ezt tudjuk a MeToo óta. Hali, most nem maradok, csak beköszöntem, megyek tolom én is, jó dühöngést, jó hétvégét, Wolverine, jó hétvégét neked is, és jó játékot, szervusz, minden jót, és miattad Red Dead Redemption 2-zni fogok a hétvégén, ha lesz egy kis időm, mert meghoztad hozzá a hangulatom, úgyhogy szabad időm gyilkosa, pedig pont amikor már nem lenne más, akkor mindig jön valami. Na mindegy. Legutóbb innen jöttünk, úgyhogy erre felé menjünk. Nem tudtam aludni, és néztem a Pokémon Diamond Vododas. Bazsi, a Pokémon Brilliant Diamond streamem az nem az én játékom volt. És ezt egyébként el is mondtam a bemutatómban. Hogyha megnézed a bemutatómat, akkor el is mondom, hogy én megértem, ha valakinek jó, de nem nekem. Úgyhogy... Úgyhogy szkúzi, srácok, de tudom, az nem az enyém. Az Arceus streamjeimet inkább javaslom neked, Bazsi. Ez micsoda? Ja, egy dühöngős kristály. Marhabőr. Oké. Oké, Wolverine. A többihez képest nekem sem tetszett, nekem csalódás volt. De ha jó Pokémon streamet akartok látni, akkor javaslom nektek a Brilliant Diamond. Vagyis az Arceus streamjeimet. Ott nagyon éltem a dolgot, az nagyon tetszett, az a kedvenc Pokémon játékom. Arceus nagyon rossz játék, néztem rengeteget, de... Nem egy rendes Pokémon játék, csak valami melléktermék. Máshogy látjuk. nekem nagyon tetszett, Bazsi. Nekem nagyon bejött az Arceus. Én valahogy így képzelném el a jövőbeli Pokémonokat, bár a következő Pokémon saját lesz, mint az Arceus. Scarlet, Violet jó lesz, nagyon remélem, én is remélem, nagyon jó lesz. Na, ezt most itt nagyon gyorsan meg kell fekte... Jaj! Meghaltam. Bazsi, én tudom, hogy nem rosszból mondod. Hát ugyanaz a játék nem tetszhet mindannyiunknak. Tehát nekem például az első Assassin's Creed a kedvenc Assassin's Creed-em. Pedig tudom, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy az első Assassin's Creed egy fapados, rossz játék. Ugyanez igaz a Pokémonra. Nekem az Arceus a kedvencem. Mégis találkoztam már olyannal, akinek a Sword and Shield volt a kedvence. De azt is tudom, hogy van olyan is, azt hiszem ő is szokott videókat csinálni, vagy talán streamelni. De például Baxi, ő azt mondta az egyik videó alatt, hogy neki abszolút a Brilliant Diamond a kedvence. És ezt tiszteletben tartom. Ő ezt szeretné.
Ó, hogy te így mindenképpen eltalálsz. Na, meguntalak. Messze neked, Kavics? Ebből halál lesz, megint. Igen. Baxit nézted rengeteget. Na, ő például, amikor még a Twitch-en voltam, akkor volt, hogy bejött a streamembe, és akkor így beszélgettünk, úgy, mint veled. És vele például ő azt mondta, hogy neki például az. A Brilliant Diamond az abszolút, abszolút etalom. Pedig nekem... Nekem nagyon nem. De ez nem baj, srácok, ez így a jó. Tehát nem tetszhet minden mindannyiunknak. Csak az a baj, hogy az, a Brilliant Diamond-dal olyan türelmetlen voltam már, hogy nem láttam már meg semmilyen értéket abban a játékban. Abszolút. És ezt el is ismerem egyébként, hogy nagyon türelmetlen voltam már vele. Ezt hogy tudott elkapni? Na, fejezd be most itt a öröngést, úgy. Itt van egy kis HP, gyorsan, megyünk föl! Ah. Ez nagyon el lett rontva. Az volt a helyzet, Bazsi, hogy én úgy játszottam a Pokémon játékokkal a Switchen, hogy először játszottam a Let's Go Pikachu-val, ami nekem amúgy tetszett, ez egy decens videójáték. És aztán jött a Brilliant Diamond, ami nekem abszolút nem, és aztán megjött az Arceus, ami meg nagyon igen, szóval... Hát egy ilyen revolváláson át kellett, hogy essen a történet nálam. Ide köp! Nem jó. Na, dühöngünk akkor egyet. Az a baj, hogy pontosan jönnek mögöttem is. Ajajajaj. Na jó. Taktikát váltunk, és elfutunk HP-ért. Amit talán... Nem, itt nem. És meg is vagyok mérgezve. Aha, ez az egy nagy probléma. Ja, és itt csak ilyen cucc van. Srácok. Igen, Angi Papa, ezzel egyetértek. Menet itt, lépőjátéknak, ott a... Hát, Bazsi, az a helyzet, hogy ennyire nem vagyok rajongó. A Red Blue vonalát követte, csak más régióban. Ez nekem már nem volt meg, tehát így ennyire mélyen nem ástam bele magam, ezért előfordulhat, hogy nálam máshogy csapódott le, mint nálam. Ez genyóság volt. Áh. Nem, ezt nem így kell megölni. Az a helyzet, hogy az ulti képességemet akkor használom, amikor fölösleges. Nem nagyon kéne.
nem igazán kéne így, tehát amikor ő csinál egy képességét, és akkor nyomom rá az ultit, azt nem tudom megszakítani, hanem azt egyszerűen bekapom azt a damage-et. Hát 3DS-re játszottam én is Pokémon játékokkal életemben először. Mindegy, az újvonalas Pokémon játékok nekem, tehát nekem abszolút bejön ez a része. Nem tudom, hogy folytatják-e az Arceus vonalán, ez időről erről nekem nincs hírem, csak bízni tudok benne, de valahol nagyon bízom benne. Na és most dühöngünk akkor, és most meg fogom tudni ölni. Megvan. HP-nk az viszont van. Igen, ezt egyébként Baxi is elmondta, amit ugyanazt, amit elmondta a Szangi papa. Ez egyébként, igen. Mindegy, túl vagyunk rajta. A lényeg egyébként, hogy szerintem szerintem jó úton halad a Pokémon játékok fejlesztése, tehát látszik, hogy rengeteg időt, energiát beledobnak ebbe az egészbe, hogy ez jó legyen, és ez barom jó. És ez barom jó. Rettetesen örülök neki, hogy soha nem engedték, soha nem is engedik el a kezét ennek a szériának. Tök jó, mert így mindig lesz Pokémon. Mindig fogunk tudni Pokémonozni. És ez tök jó. Meg az, hogy ilyen sokféle Pokémon játék van, tehát azért, ha megnézitek, az tök jó, hogy nem egy kaptafára jön az összes, hanem azért vannak változtatások, van igény rá, ami barom jó. Van pár hajmeresztő, ez biztos, de néhány elképzelés az jó. If he's done it before, why wouldn't he do it again? Images from long ago do not tell a whole story. There's the door. Once we get off this, let's check there for Tyr. He's gotta be close. Látom, ez egy jó bonyolult rész. Ott lesz majd egy kollektibasz. I can't help but feel like you're angry with me or something. Ever since we got to Spartal Farm, you've been critical of my every move. Ez nem is igaz. You don't think I can lead us? Just say so. It is not your competence that is in question. Okay, but what does that mean? Consider your intent. Wow. Az alma csutka. This place is huge. Must have taken ages to build. Az biztos. Hogy néz ki ez a játék, srácok? Hát ez valami döbbenet. Tremenor. Ezzel a nehézség szinten ez egy nehéz rész lesz. Semmi baj. Fel vagyunk rá készülve. And be careful exiting that thing. One foot at a time. There are loose, rusty nails everywhere. Have you seen any signs of Tyr? As if I would navigate this maze of running. Igen, egyébként abszolút kell az innováció és kell a változtatás. Csinálnak hajmeresztő dolgokat, ezt aláírom.
de nagyon-nagyon-nagyon úgy érzem, hogy azért bátorsággal nyúlnak néha a Pokémonhoz is, ez jó. Ez nagyon jó. Most nekünk innen nem kell semmi, srácok, úgyhogy ezt most itt is hagyom Szindrét, itt úgyse tudunk most fejleszteni semmin. Oh, ja, hogy a Kámszpengének elérhető fejlesztése. Oh. Akkor visszatérünk. Mert hogy van nálunk káoszláng. Dír. Sikeresen fel, jellemzők sebzős megnövelve. Jó, és akkor kell majd még káoszláng. Ragyogó őrző markolat. Az most nekünk nem kell. Leviatán bárd. Erőt és szerencsét ad. Nem, ez elkészíthető, elnézést kérek. 600-ért. Hát ez... kőfal pajzsa. Ja, és ez a pajzsperem van betéve. És a pajzsperemet is lehetne, meg a kőfal pajzsát is, és akkor 10-ről 25 védelemre csapnánk át. Egyelőre még most ne fejleszgessük már, mert a problémám az, hogy elköltöm az összes pénzem fejlesztésekre. Eladni el lehetne hülyeséget amúgy. Hátrahagyott dolgok, meg kvassír versei, ezeket mind megvenné tőlünk, de egyedre gyűjtsük össze. Nem tetszik semmi, Szindri. Ilyen pukkancs kutya vagyok. Sorry. Tír. Na! Ittől az első nyíres revive követ is készített. Nem, azt már megcsináltuk, Drevenor. Hát nagyon sok szöveget kellett lefordítani, aztán így szerintem ebből adódik. Hogy ebből adódik, bocsánat. Fordítsd le, fej. És mit írt? Kamra a kilátóban. Ja, nem tetszik ide, ez így a történet. Néhány ember egy csőjük kihét dolgokat, amik valójában. Azért a fordítás szerintem nagyon szép. Van néhány érdekesség persze, de nekem egyébként nagyon minőségi munkának tűnik. Ebből a szempontból én abszolút elégedett vagyok. Azt ott lőtt ki, fiam. Ott azt lőtt ki, fiam. Helyreállt a vízáramlás, ami szuperb. És ide kéne, hogy folyjon a víz, gondolom, hogy ez itt meginduljon. Itt nincs más, akkor... és ennek fel kéne emelkedni. De valahogy el kell folytani a kereket, ez egyértelmű. Így. Ez például nem a te játékod. Ilyen is egyébként olyan van, hogy erre is azt mondaná szerintem mindenki, hogy na ez már ritka. Hogy valakinek a GOV nem a játékod, én abszolút megértem. Nem kell mindig mindenkinek mindennek ugyanúgy tetszeni. Simán megértem. Simán megértem egyébként. Ez nem. Ez a dühöngés, örjöngés, ez az akciójáték, ez nem mindenkié, és ez abszolút. És ez jól is van így egyébként. Jól is van ez így. Nem lehet mindenkinek ugyanaz a jó. Például holnap lesz a Bayonetta 3-ból bemutató. Előre mondom, hogy nem túl pozitív. Én tudom, hogy van, aki imádja. You speak as if you know his plan. I don't know his plan. That's why we're... Ahem, brothers. With Fimbulwinter underway and Ragnarok around the corner, Odin will be desperate. Whatever he's planning to do surely won't be to the benefit of anyone but himself. Exactly. Nem tudunk oda felmenni. Nem lehet ide felugrani? Itt nem... De. Óriási nagy élet volt itt, de hát ez sajnos amire nem tudtuk most használni, mert tele volt a HP-nk. Dark Souls-os vagy, szóval nálad ez ilyen. Ha nagyon nehéz beállítod Give Me God of War módba, vagyis God of War módba, akkor ez is egy Dark Souls egyébként. Egy ilyen kisebb Dark Souls. Stratégiai játékok borzasztóan kihaltak. Mondjuk én most a nagyon jól szórakoztam a
a Starship Troopers-szel. Pusztulj meg! Bizony. Mi lett a spanyával? Ja, őből aztán leesett. Oké. Okay. Nézzük erre mi van. Egy olvasnivaló. Tekintsük meg. Azt nagyon sokan dicsérték itt a streamben is, Angi papa. Én egyébként most, amivel nagyon jól játszottam, már az nem stratégiai játék, hanem management, pure management, az a Victoria 3. Azt mindenkinek teljes szívemből tudom ajánlani, srácok, az egy fantasztikus játék lett a Victoria 3. Rettenetesen nehéz megtanulni, én elhiszem. Abszolút. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bonyolult a játék, de nem szabad feladni, és nagyszerű élmény. Szia, Celt! Igen, a Scope-ban játszák többen is. Ez egy nagy hazugság, hogy az ázokkal még magasabb szintre menjenek a törpök. Ez itt egy gusztustalan propaganda szöveg. Hogy néz ki ez a játék, te Szűz Mária, Szent József? Döbbenet az egész. Én is. Atreus egy picit kezd most már hasonlítani a faterjára. Néha vannak ilyen velős egysoros mondatai, amivel lényegében leírja az elmúlt egy óra történéseit. És ez jó. Gyere, figyeltek a fejlesztők, hogy ilyen, legyen ilyen apa-fia kapcsolat. Kérlek szépen, azt ott be kell, hogy robbantsuk. There's a broken door up to the left behind this crane. Maybe Tyr tried to escape. We should look. Maybe you can use those wheels somehow. Aha, értem, Dremenor, amit írsz. Hát jó, azok, tehát tényleg azok a játékok, azok valóban nem tudok csak egyetérteni veled. Elment fölöttük az idő, és nem, az emberek nem szívesen játszanak ilyenekkel, sajnos. Nincs, egyszerűen nem tudnak bevételt termelni a stratégiai játékokkal, nem játszanak velük az emberek, pedig szerintem is amúgy nagyon jó dolgok. Én is az a generáció vagyok, akik még rengeteget játszottak stratégiai játékokkal. Bejött közben Dávid. Hogy tetszik? Amit írtam is a thumbnailbe, a stream képéhez, tehát hogy nálam így lassan az évjáték a szintjén vagyunk, tehát így wow. Én el vagyok ájulva a játéktól teljesen. Tehát néha szóval sem jutok. Nem csak a grafikára, maga a játékmenet is, meg maga az egész. De azt azért el kell nektek mondanom, és ezt nem mind negatívban mondom, csak észrevettem. Az első részhez, tehát a 2018-as God of War-hoz képest nincs olyan nagyon nagy innováció. Ha bárki számolt volna azzal, hogy itt most ilyen óriási nagy változtatások lesznek, nincsenek. Nem mondom, nem rossz a játék, ez nem veszel az érdemeiből, de ne számítsatok arra, hogy fenekestül együtt felforgatták a dolgokat, mert nem tették meg. Rengeteg játékelem át lett emelve, és rengeteg időt megspóroltak azzal, hogy a God of War 2018-ban nagyon jól meg lett csinálva. És ez így is van jól, ez nyilván ez egy fejlesztői technika, hogy akkor a már készen lévő assetteket felhasználták, ez nem is probléma. Várjál, valami most nem jó. Mert hogy ez itt most fölment, vagyis ott van fönt. Ja, hogy menjünk oda föl.
ez jobb játék. Ez egy jobb játék, mint a Forbidden West. A Forbidden West egy nagyon jó decens videójáték, de ez egy jobb játék. Tehát ez technikailag meg minden. Nagyon nehéz összehasonlítani a kettőt, de ez nálam egyértelműen egy jobb játék. Nyilván a kettő között orbitális nagy különbség van, de így érzetre abszolút. Abszolút a God of War Ragnarök az, ami nagyobb dobás. És ez látszott is egyébként a Forbidden West, bár szerintem a Forbidden Westnek a megjelenését elrontották. Az én véleményem az, hogy szerintem nem kellett volna kiadni a játékot az Elden Ringgel együtt, a Forbidden Westet. Talán egy héttel jelent meg korábban. Szerintem az eléggé elhamarkodott döntés volt. Hát várjál már, itt most kiharcoljuk magunkat. Itt van valami borzadá. Ott van-e? Ma mindjárt adunk neki. Hogy megyünk fel oda? Itt kéne? Aha. Ezt viszonylag gyorsan megvertük. Hú, te meg vagy, bronz szint teljesítve. Bang, bang, bang. Elsőre meg lett. Erre nem gondoltam, hogy ez meg lesz elsőre. Hújúj. Korai volt az öröm? Hát nincs semmi, ez csak pelletet. Ó, oh, egy kis dühöngés, szuper. Nézzétek, milyen gyorsan lehet itt menni, elképesztő. Annyira úgy reagál minden ebben a játékban, hogy konkrétan minden nyomásomra azonnal történik meg minden a képernyőn. Hát... én jobban örültem volna mondjuk még plusz egy PlayStation exkluzív játéknak, de mindegy, nem akarok elégedetlenkedni, de azért szerintem a Sony-nak picit fel kéne kötni jobban a gatyát, nem érzem azt, hogy mindig úgy a helyzet magaslatán vannak. Néha picit rá vannak ülve az eredményre, de ja, ez most egy jó év volt szerintem videójátékos szempontból. Elden Ring nagy csalódás volt neked, én megértem. Én az Elden Ringet nagyon szerettem, végig is vittem, egy nem rossz videójátéknak tartom, de ahogy egyesek el voltak tőle ájulva, én annyira azért nem. De ez egy nagyon jó videójáték volt, fantasztikus volt, de őszintén ezek veletek, hamarabb vinném végig a például az imént említett Horizon Forbidden Westet, mint mondjuk, hogy még egyszer az Elden Ringnek nekiálljak. Na, megtaláltuk Altjof szobrát, ami már a hatból az ötödik ilyen. Igen. Folyamatosan meglopta a megszállókat, és lényegében így érte el az eredményeit. Jó, akkor ide át tudtunk jönni, tudjátok, ezt a másik oldalról láttuk, ez egy teljesen optional helyszín, tehát innen most egy nagy, óriási backtrack. Troll játék, aha.
Dremelőr, egyetértek. Tehát ezt a részét vettem észre én is, amit ugye a kommented első részében is írsz, hogy nagyon sokakat elvitt a hype abba az irányba, hogy úristen, ettől jobb dolog nem történt még az életemben, mint az Elden Ring. Nem rossz játék az Elden Ring, de azért... azért én ennyire nem szállnék el tőle, nekem annyira már nem emlékezetes egyébként, mint akkor volt. Februárban még azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó videójáték, most is azt mondom, hogy nagyon jó videójáték, de... ebben az évben van jobb videójáték szerintem. Úgyhogy... ja. Játszottam jobb játékkal ebben az évben az Elden Ringtől. Várjunk már egy pillanatot. Mit kéne most itt nekem csinálnom? Erre már én voltam, szerintem. Igen, ezt elforgattuk. Most ez forog, azt ott felemelte, igaz? Akkor, ha azt ott felemelte, és ott forog az a kerék... és én ide átugrok, akkor ez ugye itt azt ott felemelte. Tehát... ó, ja, hogy ezt meg ki kell nyitni. És akkor így most ez lejön. Igen, így átfolyik mind a két szélen a víz. És akkor ezt kéne megállítanunk? Aha. És így kinyílik. Ami nekem úgymond indokolatlan volt. Bye bye. Baszak. És itt máshogy próbáltam megoldani ezt a dolgot. Aha, de várjátok, ott van egy láda fent. Aha, akkor ez teljesen decens volt, amit csináltam, vagy reális. Azt mondja, hogy ideugrunk, így. És akkor itt meg föl, és akkor oda át tudunk ugrani szerintem. Így. Okos játék ez nagyon. Nem, tehát abszolút nehéz ezt megfogalmazni, srácok, mert szerintem a mindenki jól szórakozott az Elden Ringgel. Mondom, nekem voltak benne olyan dolgok, amikor azt mondtam, hogy szerintem az open world egy kicsit már indokolatlan. Tehát, hogy így olyan sok mindent kéne nekem itt tudni megcsinálni, hogy már idő után nem voltam rá kíváncsi. Egyszerűen ráálltam arra, hogy kör, ütök, dodge, ütök, dodge, ütök, dodge, ütök, és így mindent le lehet egy gyűrni, ez nem volt probléma. Egy idő után a történet nekem elkezdett olyan lapos lenni, olyan semmilyen, aztán utána nagyon jó volt a történet a vége felé, szóval ez egy nagyon jó videójáték, csak igazából úgy mondanám, hogy van az eleje, ami baromi jó, aztán van 50 órányi közepe, ami olyan amilyen, aztán utána van a vége, az utolsó 10 óra, ami nagyon jó. Szóval úgy is mondhatnám, hogy a játék mondjuk 65 órás, és abból 15 óra jó, 50 óra unalmas. Ez nem azt jelenti, hogy az egy rossz játék, csak vannak benne rettenetesen unalmas részek, és ezt így meg kell érteni. Ezt most azonnal... menjél, mert hát... ajjaj. Esett egy HP. Hú, srácok, ezek a kis taknyok kegyetlenek. Ha nem találjuk meg Tyrt, akkor hazamegyünk, ezt mondta Kratos. Úgyhogy lehet, hogy fel fog jönni az end credit, és majd várhatjuk az következő 5 év múlván lévő nem God of War-t, mert ugye a Sony Santa Monica nem csinál több God of War-t. Hát te? Mi van a kezedben? Igen.
Relikvia. Relikvia különös képességet adnak, igen, mint az első részben is. L1 kör. Szerelve fegyverek képernyőn, és akkor, aha, mászt akartam, már egyébként már éppen eszembe jutott, hogy az előző részben voltak relikviák. Közelharci sebzésre ad bónuszt egy időre. L1 körrel lehet aktiválni. Gondolom, nem így gondolta a játék. Szétverte a fejem, hármas szintre felevolválódott. Bloodborne 60 FPS-t? Nem tudom, srácok. Azt nagyon sokan szeretnék már. Olyan sokan szeretnék, hogy szerintem már szándékosan nem csinálják meg. Evolválódni. Jaj, ne! Véletlenül beraktam a dühöngést, na mindegy, ez egy picit levett a most a sávból. Azért nem karolja fel a Sony, mert szerintem jogi problémákba ütköznek a Bloodborne esetében, hogy nem teljes mértékben birtokolják a Bloodborne. Nem tudom, hogy ez így van-e. De hogy a From Software, hogy mennyire van együtt ezzel, bár én szerintem a Bluepoint Games az ugye nagyon csendben van, tudjátok, ők csinálták meg a Demon's Souls-t. Szerintem ők a Bloodborne-on ütködnek. Úgyhogy nem kell már olyan sokat várni. Véleményem szerint az... vagy jövő év nyár előtt, vagy jövő év nyara. És akkor kapunk egy olyan felújítást, mint amit kaptunk a Demon's Souls-nál is. Csak akkor Bloodborne-nak. És azért az nagyon nagyot fog szólni. Tudjátok, hogy a Bluepoint Games az nem lacafacázik, ők nagyon megcsinálják a játékaikat. Little brother, perhaps it's time we... No, don't even say it. We're gonna find him. Nem adjuk fel. Nem adjuk fel. Another door on the other side of the cavern. Let's go. Így van. Érdekes, hogy Mimir már feladná. Pedig nem tudom. Tehát mit csinálnánk otthon? Semmit. Nagyjából, mert így nem tudom, hogy mi a cél nekik. Jó, ezt felvesszük. Ebben nothing sincs. Onnan jöttünk. Aha, azért ez ilyen rettenetesen bonyolult. Yes. You believe we're above where we got off the boat by Sindri. This mine is one enormous spiral. Ott vagyunk, ahol kiszálltunk Sindrivel a csónakból. Ez egy rohadt nagy spirál, egyébként pontosan ugyanezt akartam, vagy ugyanez jutott eszembe, hogy Bakker, tehát itt most olyan pályaszerkesztéssel találkozunk, hogy ez döbbenetes.
Tehát mesteri a pályaszerkesztés, az biztos. Az jó, hogy te hallasz valamit, csak én meg itt látok valamit. Méghozzá egy ilyet. Egy kollektívből. Durin kőszobra. De két ennel, tehát nem a gyűrűk urás. Mi miért nem nagy a fejetlenség, pedig neki csak a feje van meg. Aha. Azt a mindenit neki. Svarthalfheim majdnem önállóvá vált, ugye? Asgardtól, de Odinnak ez nem tetszett. Mert akkor nem lettek volna a csatlósai tovább Asgardnak a törpék. És ezért inkább tönkretette. Ah, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyek ezek a sztorik. Brocknak majd el tudjuk adni egyébként ezeket az utcokat, mert megszereztük az összes ilyesmit. Hát, hogyha ezt lehet Dark Souls-nak mondani, de én a Sekiro utolsó bosszával killottam a legtöbbet. Ujj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 
Ugyan még ezt fölveszem, de sok értelme már nincs. Nem nagyon-nagyon sok HP-mat elvesztettem. Sekiro utolsó bossza volt, amivel nagyon sokat killódtam. A God of War, vagy a Dark Souls-okban meg, ha nem From Software játékokat kérdezed, hát... Talán a Nameless King. Talán a Nameless King. Nameless King inkább akkor a Dark Souls-okból. Az olyan veszélyes volt. Bemegyünk dühöngésbe. Úristen! Meghaltam. Láttátok, hogy egyetlen egy sorozat támadásából mennyi HP-mat lecsapta? Tehát lényegében így az összeset. Ancient Dragon. Na most! Behind you! Look out!
Hé, de hát periztem. Meghalok. Mother of bitch. Káosz szikra. Káosz láng mulandó maradékai, gyűjts össze a hatot az igazi formájára való. Ó, te jó ég. Plusz birodalmak kora, ha ez mind, ez mind fejlesztési cucc lesz. De nagyon jó, ezt is megcsináltuk. Együttésből levitt a 70%-ra voltál vele. Nameless King, neked meg volt 10 próba alatt. GG. Erősített fagy fegyvergomb. Készen állok. Hát akkor a fagy fegyvergomb. Nyomba tartva a fagy fegyvergomb pár nevűek védekezés. Oké. Okay. Erős rúna támadásunk pedig ebben a pillanatban még nincs. Derlin's direction stopped at the entrance to the mine. We just have to keep searching until we find him. You said you'd follow my lead, and I say we keep looking. So knock it off. Watch yourself. I will follow, but I state what I see. You did not agree with me, but you will not speak to me this way. Are we clear? Sir. Itt most volt egy kis gyereknevelés, de már most nagyon kellett, mert a srácnak nagyon-nagyon elment most már az arca. Tehát ez a knock it off, ez már most egy picit szerintem sok volt ide. Pláne Kratosszal szemben, szóval így most szerintem örülhet neki a srác, hogy most az atyai pofon az úgy nem zuhant a nyakába. Hát nekem nagyon nehéz volt az a fáj, srácok. Egyszer nem tudtam megszokni ezt az egészet, a Nameless King-es cuccot. Hát azért nem tartott a hónapokig, de nem tudom, szerintem legalább egy ilyen... Majd egy hétig biztos tartott, amíg úgy próbálkoztam vele. Sok volt az nagyon, meg már untam is. Retteltesen untam a Nameless King-et. Tehát az nekem nem volt egy élvezetes fight, inkább ilyen gagyinak éreztem, hogy most így... Tehát mintha nem lett volna jobb ötlet így bossra, ilyen... Akkor most jöjjünk el erre, mert hogy erre még... Bing, bing. Erre még nem voltunk. Dremnor, köszönöm, hogy benéztél. Minden jót neked, szervusz. Lőd le, fiam. Ready when you are. Ah, most már tisztelettel beszél, mert apus megsértődött. Így nem szabad beszélni, öcsém facsiga. Majd meglátjuk, kisfiam. Majd ezt meglátjuk, fiam, hogy az 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 ajtó, amit te szeretnél. Pillanat, látok itt én egy mellékutat, ezt mindenképpen szeretném felderíteni. Tudjátok, 100%-os végigjátszáson vagyunk. Úgyhogy ezen oknál fogva mindent összeszedünk. But if the wake of destruction is a bunch of bad guys, why does that matter? You're strong, and you did the right thing. War does not measure the strength of a man. I hope one day you understand. Miért jó, hogy mi ezt onnan lehozzuk?
Nem látom át. Jó ez nekem. És ez miért jó? Miért jó, ha oda összegyűjtünk? Azért, mert akkor ott maradnak? És akkor, ha ezt is megcsinálom, akkor ezt itt teljesen felhúzza. Ó, de jó, de jó, de jó, de jó, de jó. Annyira jó ezeket a feladványokat megcsinálni. Srácok, olyan jó érzés egyébként. Annyira szépen rávezeti a játékost arra, hogy... hogy saját magadtól belátod azt egyébként, hogy azt lőd szét? Hogy miért jó ez? És hogy kell ezt megcsinálni? Ott egy Odin madár. Ezt lát? És itt nem volt más valami collectible, vagy bármi, nagyon gyanúsan üres nekem ez a terület itt. De úgy látom, hogy nem volt itt semmi. Hát akkor... akkor nem. Ha nem, hát nem. Ó, de... természetesen itt van már. Igen, azért mondtam, hogy mindig van mit összeszedni. Nincsenek üresen hagyott dolgok. Igen, Atreus, vissza kell mennünk, de várjál meg egy kicsit, mert apád éppen fölfedez. Ne idegesítsd, apád. Nézd meg. Miattad van. Ez is egy shortcut. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá pontosan, hol vagyunk, de... így van. Itt tudunk majd visszajutni, gondolom, gyorsan. Ide, vagy hogyha valamit hátrajtunk, gondolom, akkor később erre tudunk majd könnyebben eljönni. Ez ugye egy sima shortcut, mint a Dark Souls-okban. Azért olyan nagyszerű ez. Akkor nincs más hátra, mint ezt az ajtót is kinyitni, és keressük Tyrt, vagy annak a nyomát. Igazából nem Tyrt magát keressük, hanem... hanem bizonyítékot Tyrről. Lassan nevedre veheted Atreuszt, ja. Bocsánat, az se lenne. Bocsánat. Atreus, do my words irritate you? Amikor levegőt akarsz venni, és akkor csak a köhögésed van. Wait, is that light up ahead there? Hey, this might be it. That door's barred. They must. Ez egy boss fight. You don't lock a door like that to secure the spare bedclothes. I see what we must do. Ez nem egy boss fight. Nagyon aréna harcnak látom ám én ezt.
előtölthető az új Pokémon, mondja Angi papa. Annyira nem, én ezeket az előtöltéseket annyira nem szoktam komolyan venni. A tudjátok, mit töltöttem előre utoljára? A Plague Tale Requiemet. Mondtam, hogy aréna harc lesz itt. Hát ti mik vagytok? Csumi? Bifrost támadások. Az enyhjárok képesek a Bifrostet okozni az életerő sávon. A Bifrost idővel megszűnik, de a soron következő csapások felrobbanthatják azt. Normális vagy? Shit, bitch. Már... Ez meg már hatos szintre felnyomta magát, hát már annyiszor elfejlődött, hogy ez döbbenet. Automatikusan le is töltötte neked, mert előre... Ja, mert te nem kazettáson vetted meg? Nem cartridge-et szoktál venni, Angi papa? De rossz, srácok, ez a világ legszarabb kamerakezelése, amit most itt... kezelés az néha teljesen megbolondul. Teljesen. Egyszerűen számomra felfoghatatlan mértékben. Tehát hátam mögött vannak ketten, próbálok megfordulni, próbálnám átvinni hozzájuk a kamerát, ha úgy van, ezt nem tudom. És le se bírom benni, hiába püfölöm. Véded a környezetet, lusta vagyok elmenni a plázába. Gondoltam, hogy itt valami ilyesmiről van szó. Mindjárt kiderül, hogy amúgy az ajtót csak felfelé kellett volna húzni, de mi lefelé akartuk. Ez kinek a bejárati ajtaja volt? Itt van valaki. Honnan tudod, hogy ez Tyr? Ez Tyr. We're not with Odin. We're the good guys. Biztos vagy benne? Mi vagyunk a jó fiúk, mert szerintem nem biztos. Kratos nem feltétlenül az.
Azt a mindenit, ez is hogy nézett ki? Olyan effektek vannak a játékban, hogy ilyenek a világon nincsenek, komolyan mondom. GFX szakemberek. És a háború istene. I know you. God killer. Have you come for me now? Only to free you. Stay away. Rather let me try. Tyr. Tyr. Look. You know me, don't you? You killed Mimir. No. No. Yeah, we brought him right back. Yeah. Stay away from me, you monsters. Stop. We need him. Wait. Ez meg Atreus. Na hát. Kösz, hogy itt hagytatok amúgy. Nincs meg a gyerek. Ezt le se tudott esni. Hajd meg! Hú, de eltalált az akármi ott. Ez durva volt. Küzdelem tírért. Teljesen le vagyunk zuhanva valahova. Még jó, hogy van egy kijárat a bányából. De nincs meg a gyerek. Ilyen volt az első részben is, hogy a gyerek... Kösz. Meg fog halni. Enhjernár, Asgard legjobbjai. Ezek Asgard legjobbjai. Egy midgardi harcos semmit nem akar jobban, mint csatában elesni. Ez biztosítja a bejutást a Valhallába, az Íres földjére, a val megbecsülteket és szerencsétleneket egyaránt küldték. Ott Odin kiválasztotta a legjobbakat, és újabb esélyt adott nekik, hogy megkerüljenek értelmezését, az Einherjárokat. Hogy veszük ördög ilyen zseniális, fektes kellő adadást élő a gyilkosok vérszemes csoportjába, és szinte végtelen ellátmányt garantálsz magadnak a háborúra. Kifogyhatatlan erőtartalék. Jó, hát hogyha eltalálnak minket ezzel a Bifrost-tal, akkor nem szabad, hogy megüssenek. Ez eddig is tudva lévő volt előttünk. Hűha! Ejj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 
Ez is igaz. I'm about to get knocked around a bunch, aren't I? Bye, Frost. Take carefully, brother. Azt a mindenit neki. Yeah.
De hát ez mi volt? Hát az animációban benne voltam, hogy fölmegyek. És akkor így meghalok. Hát, de hát ez így... Na mindegy, jól van. Megértem én ezt. Értem én ezt. Nem jó. Ne fejlődjön el! Nem tudod, hogy a sőz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 ő
Vettem egy PS5-t, fel tudom upgrade-elni Special-re? Ha bejössz a PlayStation Store-ba, és rákeresel, hogy God of War, és akkor itt kiválasztod, hogy termék megtekintése, és itt kiválasztod, hogy mit szeretnél. Ezt kellene csinálni. Ha túl gyors voltam, vissza tudod tekerni YouTube-on egyébként, amit most megmutattam, és akkor itt van a Digital Deluxe Edition. Kiválasztod és megveszed, és akkor felupgrade-eled a Deluxe Edition-re. Így. Ha túl gyors voltam, mondom, vissza tudod tekerni a YouTube-on. Tehát ez nem a Twitch, hogy itt nem lehet visszanézni, itt vissza tudod nézni. Meghal? Tam? Nem. Öcsém, mit szeretnél még? Mennyit elrízzek neked, ha? Hiányzik a gyerek. Tök jó volt, ilyenkor tudtam lőni. Már önkéntelenül is nyomogatom. Azt mondja, hogy... igen, és ezt... Ja, ezt... Ja, csak menjek át, ja. Uh-huh. Egy kis HP. Egy jump. Ez mi? Nem, ezt valószínűleg nem tudom szétszedni valamiért. Mit csináltál a rádióban, kérdezik mi papu? Az a srác nem jött be még a God of War streambe. Múltkor bekérdezett a Victoriánál, hogy ez StarCraft copy, de mondtam, hogy nem az. Just leave me alone. Here, listen, I swear we're not here to hurt you. We're just trying to get you out. Take you somewhere safe, away from Odin. Show mercy. Mi bajod van? This is my father. We help people. Már hiányzik, igen. Please, it's worse when he's angry. Father. Are you not a soldier? Are you not a leader of men? Master yourself. My son brought us to this place. For you. Look at him. You. Why? You don't know me. I know what you stood for. You helped the giants. We're returning the favor. We? We
are leaving. Are you coming with us? Ja, hogy te ekkora vagy. Ó. Itt mindenki magasabb nálunk. Az északi istenek azok mind magasabbak. Bár a görögök is magasabbak voltak Kratosnál, szóval az egy hülye kérdés volt. Okay. I ran because I don't always know what's real. Sometimes there's a... Ha meggondolom, kihasználták néha Odinék is hülyeségeket csináltak vele. We live in strange times. Everyone hears him talk. Igen. We must return home. Ja, mert ő azt hiszi, hogy képzeli, hogy csak beszél. Jaj! És azt hiszi, hogy csak megmutattuk a fejét. Nem tudja, hogy mi, vagy nem tudta, hogy mi halljuk, hogy beszél Mimir. Úgy már értem. Hát jó, mondjuk évszázadok óta kínozzák itt írt, tehát... How does the son of a Spartan come to speak for the Jotnar? My mother was the last giant in Midgard. Laufey? Laufey. I remember that name. She tried to help people too. She's in the light of Valfine now. You have my sympathies. Most csak közben apád lútol. De menjél tovább, fiam. Na, nekünk nem ne kell lehajolni. Micsoda egy colos langaléta ez a tír. Itt, ez, itt majd valamit lehet csinálni valamikor, gondolom ide vissza lehet majd jönni. Jó, ha te ilyeneket tudsz csinálni, akkor magunkkal viszünk. Szendrik volt kolos, de igen, colos, igen, kolos. Igen. Jó, itt van Leaf. Why risk Odin's wrath to free me? Well, Ragnarok is coming. I hope you knew that. Ja, spoiler. De itt a Ragnarok. Freed me only to start a war? No. Sotia. It's good to see you in the flesh again. Mimir, what's become of you? Following in your footsteps. Betrayal, indefinite imprisonment, execrable torture at the hands of the old father. You didn't deserve such treatment. Did you? I will say my view was a touch better than yours. We found him at the top of a mountain with tree roots wrapped all around him. The only way to free him was to... well, that. Értettem én. For all parties involved. Aki húzza maga után a kardját és körbe-körbe sétál. Szerencsétlen Vendrék, igen. The light. It's been so long. There's an outcropping just ahead. The shade will make it easier on your eyes. Come on. Ó, és akkor ide jöttünk vissza. Which means Baldur. Baldur is dead. Odin sent him to track down a giant in Midgard. And then he found Kratos at... Anyway, I promised to take these two to the tallest peak in the realms if they'd chop off my head and convince Freya to bring it back. Mimir, speak of Baldur. I was getting to that. It wasn't all kill this, kill that. Hey, we're back in the wetlands. Mimir megpróbálta elmesélni egyébként most írnak, hogy pontosan akkor mi történt Baldurral, de Kratosnak ez már nem tetszett, nagyon a dinoszauruszoktól indította a történetet. Halljatok meg! Not
És you are dead. Ezt nézd meg! Hajd meg! Gyere le onnan! Nem tudom, láttátok-e hány HP-val csináltam? I left that behind long ago. If Odin fights Ragnarok, you really wouldn't fight? Not even if I wished to. Nem tud harcolni? Még akkor se, ha akarna? Ez azért elég érdekes. Így. Ott egy kis HP. Mindjárt felcsapjuk ide magunknak. Ez totál megérte, 6 darab ezüstér. Ó, és ez a lánc, most vagyunk vissza a pálya elejére. Ennyire királyság a játéknak a pálya tervezése. Pacifista. Nem, szerintem valami van vele, megátkozhatták, vagy valami mágia van rajta. You speak of Ragnarok. Is it a god of war you came to find? Is that the tear you need? Atreus. I... Forgive me. I am grateful for my freedom. But if you want me to follow you to war... Or worse yet, lead you to it... Then kill me, now. My fight is gone. Damage is done. No one's killing you, brother. Better that than to live to see Ragnarok. We do not seek war. Nem akarja a Ragnarokot. We just want some answers. I don't know how to help you. It doesn't matter. The Giants trusted you. That's the tear we need. We need you. Nem, Odin nem lehet. Így, ez nem öröklődik. De Tyr le tudja győzni Odint, ezért nem szereti. Ezért nem szeretné se Thor, se Odin, ha megtalálnánk Tyrt. De mi megtaláltuk. Brother, perhaps now you'd like to finish the story? The sons of Thor attacked us. We killed them. Baldur tried to kill Freya. I killed him. But you skipped over how we fought and freed the Valkyries. And that the giants are all gone. And now they called me Loki. Finding the shrines the giants are gone. When we got to Jotunheim, they were all... dead. Dead? Do you think Odin... We do not know. I think we're getting out of here not a moment too soon. Whoa. Valami gáz van. Reinforcements from Asgard. The Einherjar will want to investigate my disappearance thoroughly. Most már sietünk. Közben ott van az Asgardi hadsereg. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. They're coming down on the other Valir too. Will the dwarves be okay? Ja, most ez nem tudok foglalkozni a törpökkel, fiam. Most itt magunkkal kell foglalkozni.
Jó, ezt itt meg pusztítottuk. Itt vagyunk. És tudunk utazni a birodalmak közötti ajtóval. Körülbelül akkora szemétláda Odin egyébként, igen. Igen. Tyr. Egyik sem inspirált annyira Atreuszt, mint Tyr élete. Semmit nem akar csinálni, Tyr. Semmit. It's been too long. I've forgotten. Beauty. Tyr, in your travels, did you ever hear the giants talk about Loki? I'm sorry. That name doesn't sound familiar. The giants are were very private people. Zárkozott nép, az biztos. Perhaps after a rest. Hát lehetséges, de Odint amúgy nem szokták ilyen szemétládának mutatni. De itt nagyon annak. Itt a God of War-ban kicsit ki vannak facsarva, tehát Thor egy normális ember. Lord Tyr, you're really alive. Am I? I wonder. Okay. He's just tired. I promised him some food and a room to rest in. Ah, of course you did. Well, let's see what we can do. Please, come inside. We'll be right in. So, can we talk about what to do next? Aha. There's much to consider. We will speak in the morning. Oh, okay. In the morning. Miért nem most akar vele beszélni? Hold still. Baldur nagyon szemét volt. Yep. Leszette róla a nyakláncot. Much better. Thank you. See? Sleep tight, dear. I'm gonna turn in. Big day tomorrow. So, Tyr. Sounds like promises were made. Let's see about getting you settled, shall we? If you'll follow me. Hey! Come see what I got for you. I'm sure we won't be interrupting have any goings on. And I'll arrange accommodations. I may need time to construct a bed for someone of your scale. Please, don't go to trouble on my account. Too much space would be unsettling. Do you have a broom closet? Yes, but it's where I keep my brooms. That's all I need. To be honest, it's all I can manage. All right. Some food then. Oh, nothing much. Perhaps some hardtack. Hardtack. Any sort of humble ship's biscuit will do. Aye. With a pinch of salt? Well, I'll see what I can find. Képzelem, Sindri mennyire örülhet ennek. Perhaps I'll be able to sleep tonight. Really sleep. The sleep of a free man without the Allfather's eye on me. Pedig van több Baldur harc is, és az első szerintem a legbrutálisabb. Még Brokkal akartam beszélgetni. De várjunk csak, hol van Brokk? Igen, ott van Brokk. Brokknak le tudnánk adni a melléküldetésben megszerzett tárgyakat, vagyis hát igazából azt a Collectibles-t. Négyszázat ad érte. These'll look real nice in my collection. 16325. Ilyen cuccunk van, tudjátok, ez a tört ezüst. Úgyhogy a képességeimnél... Nem csak, hol lehet...
Amikor a kunyhó előtt harcolnak, így van, az az. Azt is láttad, szerintem is. Várjunk, mert hol tudtam én a spárt, itt a spárt időhöngés. Ó, ez 8000. Ja, ez tapasztalati pont kell, nem is törtezüst. Nem, én nem is tudom, miért gondoltam, hogy ez törtezüst kell. Ez sose kellett hozzá törtezüst, ez sima tapaszpont kell hozzá. Érdekes, nem, és nem is tudom, hogy ez hogy maradt így bennem, hogy akkor ahhoz az kell, nem kell hozzá ilyesmi. Igen, majd ezt ki lehetne neki fejleszteni. Most egyelőre XP-nk az nem valami sok van. So that's what's left of Tyr, huh? Back where I come from, we'd say he's been through a few things. So have we all. Well, ain't you philosophical? A törtözőst az a játékban felelhető leggyakoribb fizetőeszköz. Igazából, amit ott a jobb felső sarokban látsz, az a 16325, az a törtezüst. Ebből lehet fejleszteni, különböző tárgyakat vásárolni. Ez a leggyakrabban fellelhető, mondom, materiál vagy fizetőeszköz. Mind a kettőnek lehet mondani. Leviatán bárdot nem tudjuk, de tudnánk... Tudnánk javítani egyébként. Ez ad plusz 25 védelmet. Egyelőre én most nem akarok még itt fegyver vagy páncélt fejleszteni, megmondom őszintén, hogy nem látom magam előtt azt, hogy most itt nagyon kéne nekem. Ezzel most egészen jók vagyunk. Mondjuk ha ezt fejlesztem, az eléggé durva. Mondjuk kovácsotvasból alig marad akkor. Olyan, mint a Soul DS-ben? Aha. Csak ezt nem veszíted el, ha meghalsz, és nem kell újra összeszedned, ez nálad marad végig. Úgy szokták mondani, hogy ez az in-game currency-d, ebből tudsz mindent csinálni, meg bármit. What are you thinking, brother? I am thinking. I want things to be the way they were. No. Well, I'd like to climb a tree again. Certain ships have sailed. I just wish Atreus were not so restless. I care only for his safety. I know, brother. But holding him too tight won't keep him out of danger. As he goes. The lad's determined to make a few mistakes of his own. And I hate to say it, I think Tyr might be one of them. I've never seen a man broken so completely. His pain is fresh. Expect too much. Oh, meg itt hallgatózik. Pity Freya still wants to kill you. That's an ally we could use. That is not an option. No, I don't suppose it is. Trouble sleeping. Shh. Ez egy mekkora egyszemét. There's something I have to do in Midgard. What? Without me? I thought we were partners. We are. Just. Wasn't sure you'd want to join me. I'm visiting an old friend. Oh, I see. Or possibly not doing that, taking into account she's determined to murder you. She wouldn't really. Oh, look, I think it's lovely that you see the best in people. I really do. And I want you to continue to see the best in people by not getting yourself murdered. But we need her. It's worth the risk. Is it, though?
Jó, most én irányítom. How about I suggest an alternative? Something much less risky, but maybe could give you some answers. What are you talking about? A certain old friend you haven't seen in a while. A very giant friend. Jormungandr? Did you find him? Why don't I show you? It's just on the way to the vengeful goddess who wants you dead. So it'll give us some time to decide about not going there. So, you know where Freya is? No, no. I mean, yes, but look, let's just talk to the snake first, and then I won't take you to Freya. How's that sound? Ez komoly? Atreus tudjuk irányítani? Mennyire király már ez? Lehetne ez a God of War-nak a jövője. És akkor Atreust irányítanánk. Azért Kratos nagyon hiányozna. Glad you brought your key of Yggdrasil. I seem to have dashed out without mine. You got sick of having house guests that fast? Úgy, úgy. No, I could just use some fresh air, is all. Well, I hope you like it cold. Should we swing by your cabin first? Will your furry friend be joining us this time? No, I meant to tell you. Fenrir's dead. Ah, Fenrir elpusztult. I'm very sorry to hear that. As wolves go, he was always very clean. Thanks. I'd offer to give you a hug, but why traumatize either of us further? Igen, Sindri ugye atomra tisztaság máriás. Skratos. Szlovákul rövid zárlatot jelent. Na. Remember how to get there? Yep, just past the oarsmen. But that's what makes you think Jormungandr's nearby? I know what I smelled. Okay. Well, a lot's kinda happened, and I need answers. De ez még mindig nem tudok napirendre tenni, mennyire gyönyörű a tél egyébként ebben a játékban. És vele is lehet collectibles-eket gyűjteni. Akkor ezek szerint Atreus teljesen... Ugyanúgy lehet vele harcolni, ne vicceljetek, ezt a fene gondolta volna. Megpróbálta ugyanúgy betörni, mint az apja. Tudjátok, Kratos így szokta ököllel. Hát neki nem sikerült. Ez jó volt, ez nagyon jó pofa volt, ez nagyon tetszett. Tök jó. Ebben hajókáztunk az első részben, ez ugye egy nagy tó volt, de hát most már ugye ez semmi. Igen. It's not gonna blow itself up. Yo, what's been going on? So, father said I cast a spell when Fenrir died, but I don't know what he's talking about. Accidental magic? That is disquieting. Nem, ezt begyújtani lehetne csak. Oh, lift's broken. Accidental magic's not all. I sort of turned into a bear. A bear? Including the flopper? Yeah, but I lost control. Frey knows magic better than anyone. Speak it out, but not giant magic. Fine, we'll do it your way then, Sin. A huge venomous snake seems much safer. It's venomous? Miért lenne mérges a kígyó? Ezekben van luti-luti. Itt. Salak hordalék. Ah, hogy így csináljam. Igen. How the arm of Tyr statue end up here? Find a way through and I'll tell you. I'm on it. De itt is van egy cucc. No way I'm lifting that.
Maybe with some help? Don't look at me. Who knows where it's been? Ezen nem tudunk átmenni. Azt mondta nekünk Sindri, hogy keressünk körbe valamit. Na de... Nem. Mint a Sindri itt fent szaladozna valamiért. Our shot's blocked up here too. There must be another way. Nézzük csak meg. És ha innen? Oly, nem már jók vagyunk. Azt nem tudtuk felemelni az előbb. Na. És... Nem, hát innen jöttünk az előbb. Hát ez most mentem egy kört. Nem így. Nem vettem észre, hogy megyek egy teljes kört. Azt hittem, hogy új helyszínre megyek. Looks like there's something hidden by the horsemen. If only I had a way to burn this. Yes. If only your father were here. It is soundstone, but the path's still blocked. I don't see any more on this side. Hold on. Let me look around. Várjál, azt ezt innen leszedtük. És az úgy meg is van. Your father owed Thora blood payment. And well, he got it. Na most... Great story. Erre nem tudunk emelni, mert ezt csak Kratos tudja felemelni, ez sajnos ilyen. Anyway, is that likely to happen again? Sudden, uncontrolled bear rampage? Ja. It's me. You got company. Ezek itt harcolni kell. They're literally made of filth. I'm not touching. Who said you need to touch them? I like the way you think. Okay. Ő is fog harcolni. Nem láttuk még Brockot meg Sindrit harcolni. Mennyire király már ez? Meg is van. Jó harcolni a kis ráccal. Tetszik nekem. Táj. Megvan.
Megvan. Ó, hogy te is dobálsz, Sindri. Ó, mint Kratos. Hello, bello. Hozzám se értek. Csak mondom. Nem. Nem, így sem. Ezt ide Kratosnak a lángja kell. És itt meg nincsen semmi. Ó, ez nagyszerű. És akkor most mit csinálunk? You can fix it, can't you? Or does your brother have all the talent after all? Depends. Is your father all the muscle? If I say yes, you realize you're confirming Brock has all the talent? Ó, volt a táskájában egy liftnyitó. Let's get going. És egy ilyen kar, amivel működés lehet bírni ezt a mechanikát. Oké. Okay. Tök jó, jó, hogy a törpöknek van ilyen. I just need to look out for the people I care about. Keeps bad things from happening to them. Freya wouldn't kill me. Jormungandr's probably not even there. Besides, he likes me. He's only eaten me once. I had conveniently scrubbed that from my memory. Well, we're here. Itt volt egy nagy csata, még az első részben. Itt egy ilyen héliáró, vagy mi volt itt, egy óriási pajzsal, még hatalmasabb karddal. Na, az tényleg tiszta Dark Souls volt. Told you he's gone. Well, have you tried calling him? Blowing the horn's the first thing we try. I'm not talking about the horn. Jormungandr! Senua! That's not weird at all. Jön valami. Ja, hogy ő itt van. Roppant méretei vannak. És ez beszél. Az a jó benne. De ne így kérdezd. That's all you're gonna say?
Well, don't let us keep you up or anything. Mimir mondta még az első részben, kiváló társalgó partner. És tiszta nyálak lettek. What do you think it means? Means we should have stayed home. Let's head back. Most ez komoly? Nehogy már csak ennyit tudjunk meg, hát mi az a vasfa? És hogy fogjuk kinyitni? Mert Kratos oké, hogy izomból kinyitja, de hogy Atreus? Hát ez kizárt dolog, hát ez Kratos így kinyitja, de hát Atreus... Jörmungandr. Azért azt csak megnézem már. Ők barátok, Jörmungandr. Na, csak ennyit mondott nekünk. Vasfa. Ez komoly? Nem fog eltörni? És mit csinálsz vele? Just stroll up to the old Valkyrie Council Circle and hope Freya's in a good mood? Well, now that I know where she is, yeah, exactly what I'm gonna do. Fuck! Yeah? Don't tell Brock I cursed. He's unbearable when he's smug. Look, Baldur tried to kill her. We had no choice. Not sure she sees it that way. Well, I'm not gonna ask her. Besides, they were your arrows. You're absolutely right, which is exactly why I'm recommending we don't do this. Na, ez is megvan. Pedig esküszöm nektek, hogy ezt már az első részben is kiszedtük Kratosszal. Nem baj. Jó egyébként ugyanott járni, mint annó. Ilyen ismerős barátként köszöntöm ezeket a dolgokat. Egészen jó. A régi helyszíneket így atomra megfagyva látni. Hát elpöttyögtetlek én itt? Egész gyors tüzelő ez az Atreus. És még jól is nyilazik. Kovácsolt vas. Ebből is jó sokat találunk. Valaki felébredt. Az első damage-em. Ezért most megbosszullak. Gyönyörű szépen megmérgezte őt amúgy Sindri. Bestia darabok. Annyira jó, hogy lehet irányítani Atreust is. Vagyis Lokit. Vagy Atreust. Lokius. Sorry. Maybe this is a sign. Don't be a baby. I'll catch you. Promise not to drop you this time. Hi. Fine. Just step between the realms then. You know it doesn't work that way. Though sweet Bessel, I wish it did. No. See? Was that so bad? I sincerely hope I never have to do it again, if that's what you're asking. My shop! Well, if I can't stop you, then this is as far as I go. I'm gonna stay and fix this. Suit yourself. Komolyan itt maradsz söprögetni?
kezit csókolom. Akkor itt úgy látszik, hogy Atreus így konkrétan továbbfejleszthető agyonig. Agresszió. Rést ütő csapás. Nagyon felhúzom, az távolsági problémákat is okoz. Jézusom, Atreusszal ennyit lehet majd harcolni. Fú, az komoly. Hát egyedülre nem fejleszgetek rajta, mert ez a 2000-es nagyon kéne. Akkor menjünk itt fel. Jó. Itt kapcsoltunk pilácsot, de azért, hogy itt ilyen árnyék van. Need to find another way around. You sure you want to go in there wearing the very arrow tip that killed her son? I'll hide it under my shirt. And besides, it's a reminder to be better. You need a murder weapon to be a better person? It makes me feel brave, okay? Is that such a bad thing? When it leads you to believe you can convince Freya of anything, yes, it is. I have to try. Jó bitch. Tök jó lenne, találnék egy HP-t is. Valahol. Brock says some people run better on chaos. I think he's right. What makes you think that applies here? This is life and death. And this is Ragnarok. We can't just do nothing and we're out of options. Living is an option. Na. Ez az érdekes, hogy nem tudtam kijelölni. És itt meg fel tudunk mászni, nem? De. Ott van Sindri. Akkor erre. Ez totál meglep amúgy, hogy lehet irányítani a kisrácot is. As long as I go up and forward, I think I'll get there eventually. Yeah, sounds right. Ebben nothing. You are dead. Majdnem átalakult. Egészen nagyot sebez egyébként. Oh man. Nagyon erős lett Atreus. Nem mondom, hogy Kratoshoz bármilyen szinten mérhető, de tök más a kettő. De nagyon erősek vagyunk. Úgy megyünk előre, srácok, tényleg, mint a forrók és a vajban. Ezt itt nem tudjuk szétszni. És ezt? Nem, ez nem segít. Sajnos nem. De várjál, ez lehet, hogy... Akkor ugorjak vissza? Ez megvan. És akkor most ugrunk át oda. Innen meg oda, nem? Nem lehet odaugrani? Jaj, de hülye vagyok. Nem, hát innen kell ide jönni, aha. You dead? Köszi az XP-t.
És a cuccot is, plusz ezt, hogy észrevettük. Egy kis törött rúna. Nagyszerű. Húna. Ó. Ó, és most már ez is megvan. Ó. Hát ez tökéletes. A játék az imádja ezt a fejsimit. Plusz kettő kovácsolt vas. Tört ez is, meg minden. Minden. Kész lenne teljesen? Az biztos. Annyira jól tudja utánozni Kratost, ezen annyit röhögtem az első részben is. Could I not say the same? Well, where do you think I learned it from? Yappa! Hárítani is tudunk. Menjél már, Atreus, milyen, mert még simán egy ilyen mágikus pajzsot is csinálunk, és hárítunk vele, érted? And you are a fucking dead. És én is dead. Atreus egy gyilkológép. Komolyan mondom nektek. Egy monstre. Azt fent szeretném megölni, de egyszerűen nem bírom. Márpedig azt onnan fentről le kell szedni, srácok, mert az ott nem jó, az egyfajtában lő rám. Onnan konkrétan ki sniperrel. Most van meg. Ezt egy kicsit túlzásnak érzem itt ezt a fájtot, őszintén leszek veletek. Hőha. Sokkal agilisabbnak kellene lennem. Most látom, hogy mit kellett volna csinálni. Aha. Azt le lehetett volna omlasztani. Ha!
Srácok. Nagyon-nagyon jó Atreusszal harcolni. Megkockáztatom nektek, hogy sokkal különlegesebb Atreusszal harcolni, mint Kratosszal. Hihetetlen. Hihetetlen jó, hogy íjászkodni is tudunk. Borzasztóan tetszik ez a része a játéknak. Nagyon. Én teljesen le vagyok döbbenve, hogy lehet harcolni vele is. Nem gondoltam volna, hogy Kratoszt kiveszik a kezünkből. És Kratosz helyett majd Atreusszal fogunk nyomulni. Hihetetlen. És egyben fantasztikus is egyébként. Aha. Ó! Oh. Collectibles hegyek. Oké. Okay. Már most kezd összegyűlni nagyon sok nyersanyag egyébként. Ott ment egy szarvas, csak mondom. És itt van meghalva a szarvas. Nagyon-nagyon jó. Nagyon jó Atreusszal. Komolyan mondom nektek. Zseniális Atreusszal nyomulni. Viszont szerintem Abusnak már feltűhetett, hogy már nem vagyunk otthon. Már nagyon régóta eljöttünk, hát tuti biztos. Hát Kratosz nem hülye. Ott van egyébként valahol a valkürök, igen. Hát ennyire befagyva, ott van a világkígyónak a pikkelye. Pötty. Au. Jó, Atreus CP. Ez ott mindig azt jelzi, hogy vége van a fightnak. Még van egy cucc. Ó, és akkor oda meg át lehetne menni valahogy. Aha, itt majd nagyon figyeljünk arra, mert balra majd el lehet menni valamilyen módon. Uh-huh. Az ott él. És nem. Az egy kis cucc. Páncélos. Ezt kinyírtam. Ha mögé kereveredünk, akkor easy peasy. Nem szabad hagyni fölkelni. Öcsém, hogy ezeket hogy pusztítjuk.
Azt hitted mi? Aztán dehogy. Már elfejlődött, úgyhogy már nem tudjuk levenni a posture-jét. Hát mondjuk így is ütünk rajta valamennyit. Viszont ez egy csodás típi. Ez életben van, nem? Hát öregem, ez annyira jó, hogy nem mondták el a fejlesztők, hogy lesz majd ilyen rész is. Ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Új, és ez nagyon nagy spoiler, ezzel nagyon vigyázzatok. Aki nem játszott a játékkal, az most huha. Annak ugye ezt most én itt lelövöm, de fú. Óriási nagy királyság. Rettetesen örülök neki, hogy lehet Atreusszal is menni. Fene gondolta volna abban a kisrácból, hogy majd itt lehet vele küzdeni. És erősebbek vagyunk. Hát erősebbek nem, de erősek vagyunk, mint Kratos. Tehát amúgy egyébként ez is egy érdekes dolog, mert amúgy ahhoz, hogy előre menjünk, ahhoz nem feltétlenül van szüksége most már Atreusnak Kratosra. Tehát, hogy így nézzétek meg amúgy, de tehát erősek vagyunk. Pont akartad mondani, mert eléggé magadra vette, tehát hadd sajnáljam már bennek, hát most mit csináljak? Érted, ez ilyen? Nem tudok mit csinálni, nem lehet mindenkinek jó. Valakinek szenvedni is kell, Angi papa, hát most pont te vagy. Ez ilyen? Tudod, hogyha valakinek jó, ha valakinek jó a buli, akkor... akkor valakinek másnak meg biztos rossz. De tudnék egy nagy öblöset káromkodni, kár, hogy ezt nem lehet. De ha a fight elejéről indulunk, én itt megőrülök. Azt hittem, a fight elejéről indulunk, halljátok, itt komolyan mondom, itt kaptam volna szívrohamat. Nézzétek már, milyen kis pajzsot idéz ide magának, hát... Na gyere! Messze! Shouldn't be much farther now. Just need to look out for that big door. Érted? Azt hittem dob valamit, de semmit, ez csak tűz. Volt egy láda, amit nem vettünk föl. Tudjátok, amit ott messziről láttunk, azt mindenképpen meg kell, hogy szerezzük. Itt van. Kovácsolt vas. Rengeteg nyersanyagot szerzünk Atreusszal. Jaj, itt vagyok. Hello down there. Hey! Come to your senses yet? Yes. I mean, I'm not changing my mind. Megdobjuk. You do have doubts. Hey! Like you never do? Better than having regrets. I'm not sure I agree with that, but by all means. Keep going and you might find those too. Ez csak víz. Arra leszek kíváncsi, hogy Kratos mit szól majd ehhez a kis sidequesthez. Szerintem örjön. Véleményem szerint Kratos már észrevette, hogy nem vagyunk otthon. Tehát szerintem ő most már útban van ide. Tehát már nem hiszem, hogy sok időnk van. Kizár dolognak tartom, hogy Sindri és Atreus visszaérjen úgy, hogy nem vett minket észre. Ez az, amire gondolok? Az. Can't I pay an old friend a visit? Nothing wrong with that, right? I mean, just because I'm responsible for the death of your son doesn't mean... Okay, yeah. Should probably avoid mentioning that. Ez az a rész, ahol a valkürökkel küzdöttük, vagyis a valkür királynővel. The arrow tip that killed your son? That's a great question. I'm so dead. Egyébként szerintem, amit most csinál Atreus, az egy óriási baromság, de mindegy, valahol megértem, hogy ő próbálkozik jót tenni Kratos nélkül. De idejönni Freyához, aki éppen vérbosszút esküdött. Bár lehet, hogy Freya nem ellenünk esküdött vérbosszút. Ő Kratost gyűlöli, nem Atreust. Mondjuk ebből a szempontból Atreus lehet diplomata, mert ő Kratos ellen esküdött vérbosszút. Ez pedig itt Atreus. De lehet, hogy úgy akar vérbosszút esküdni, vagy fog a bosszút állni Kratos, hogy megöli Atreust. Ezt is csinálhatná, és akkor 50-50. Szerintem is Kratos közben megérés itt sziklákat haigál, meg vérvörös szemmel üvölt, hogy takarodj aludni, kisfiam.
trade with Sindri. Wait! Stop! Your father. Where is he? Not here! He sent you? Nem. No. He doesn't know. You shouldn't have come. He took my son. What makes you think I won't do the same? Ennyire ki van készülve, te jó ég. You're better than this. Ez te sokkal szebb volt. Ezzel ölték meg. You would stake your life on it. What do you know of me? I know you haven't killed me yet. So while you're thinking it over, why don't you let me go and I can tell you why I came? You mean to plead for your father to save your breath? His fate is sealed. But you know who's to blame for everything. I cannot get to Odin. Nor do I need to. Ragnarok will take him. Yeah? Well, what if I told you that he came to Midgard? He came to us. Offered peace if we don't move against him. Claims Ragnarok's already been averted. He lies. Maybe. But if you know Groa's prophecy, you know it depends on an army of giants. The giants wait for war in Jotunheim. No. Nincsenek ott, meghaltak. There is no giant army. There are no giants at all. Nincsenek egy darab se. Just me. You. Ez ügyes volt, hogy elmondta neki, szerintem ez nem baj, bár Kratos nagyon mérges lesz emiatt. In Jotunheim, we learned the truth. My mother was the last guardian of our people in Midgard. And that's not all. The giants have prophecies about me. They know me as Loki. Gondoltam, hogy ezzel le fogja dobni az égszíjat. I'm supposed to help stop Odin somehow. But since all the giants are dead and you won't fight Odin, then you've already won. Ja, és akkor így nem lesz Ragnarök. Now that you can fight again. I am far from whole. Okay. Okay. But we found Tyr. Maybe if you spoke to him. Tyr is alive? Yeah. Igen. We broke him out of Svartalfheim. Impossible. The Nine Realms are closed to all. No. Fantasztikus a színésznő. We opened up the way. We just don't know where to go next. But if we all band together, enough. Enough! Most mi lett? Már éppen jól alakult volna. Go and do not return. Go before I change my mind. De gyere már, beszélj már Tyrrel. Jó, Freya teljesen belebolondult abba, hogy megöltük Baldurt. Tehát ezek szerint akkor nem tudunk vele semmit sem csinálni. Mennyire jó már, hogy visszahoztak ide minket a Valkür tanácsnak erre a helyszínére. Nem nagyon akart megölni. Egészen biztos, hogy fel fogja használni ellenünk azt, amit most megtudott, és valójában azokat az információkat, amiket most megtudott, azokat fel fogja használni ellenünk. Ez tuti biztos. Azon sem lepődnék meg, ha most elfutna Odinékhoz, meg Thorhoz, és elmondaná nekik, hogy hol vagyunk, megszereztük Tyrt, és hogy éppen az életükre akarunk törni.
És szerintem nem mondott komolyan, hogy külön az ő páncélját is lehet piszkálni. Hangrezgő utórengés. Ú, milyen monster név ez. Vagy monstre. Nem, ez nekem tetszik ez a kis páncél. Tök jó. Így jól nézünk ki. Mindent összeszedünk. Okay. So I'm not dead. I didn't get any answers. So this all might have just been a very big waste of time. Which I will never ever admit this injury. Sindri már előre tudja szerintem. Hogy te ekkorát tudsz ugrani? Ó. Hát ezt a fene gondolta. Mhm. De úgy nagyon-nagyon jó volt látni ezt a párbeszédet, ez is remekül volt megírva. A Freyát játszó színésznő fantasztikus. Még mindig. Viszont kivágta a nyakunkból a medálunkat, csak mondom. Sindri, I told you, I could handle it. But I don't think she's gonna help us. Where's your necklace? Huh? Oh! I was thinking and I, got rid of it. She took it, didn't she? today was simán átlát a szitán. So, tell me. How did it feel to run on chaos? I... I just fixed that! Yeah. I've still got my bag of tricks. If you need me, I'll be standing back here. Mi van, Perry király? Ah, eddig tudtam perizni, mert hogy közben jött egy csávó oldalról. Na most! Ezt öljük meg innen. Jó. Let's get out of here before something else tries to kill us. Yeah, good idea. Hate to bring it up, but are we talking about this? Since you've come clean and all. No way. He'd kill you. Right. Well, speaking of coming clean, I need your opinion on something. Na. Something I've kept from my brother for a long time. Például. Mond. I'll tell you on the way back. Come on. Egyébként óriásit röhögnék, ha itt jönne velünk szembe Kratos. Majdnem megölt. You were saying? Long before you were born, there was an accident at the forge. Brock died. Meghalt? I couldn't accept it. I went to the Lake of Souls in Alfheim to steal him back. Oh. Legions of souls tried to stop me. I
I can still feel them crawling all over my skin. Brock meghalt. I could only get three of his four soul parts back. Oh. Sindri. Brock just thought he got knocked out. I've been lying to him ever since. It's been eating at me lately. Oh. You have to tell him. He has a right to know. When the time is right. As should you with your father. That's not the same thing. Az a baj, hogy Atreus Kratosnak nem tud elmondani igazából semmit, mert nem megértésre talál, hanem haragra. Tehát Kratos mindig nagyon mérges. Save Brock's life. Így van. No. I made a choice. One that wasn't mine to make. What do you mean? A choice? I couldn't be alone. The other dwarves, when they saw him, they shunned us. So we left. Made our own home. Well, you can't change the past, but it doesn't have to be who you are. Let's go home before Father wakes up. That might be the best idea you've had all night. Trey. Trey? It's an... Shut up. És így akkor működik. So I'm not allowed to give you a nickname? Is that what that was? Whatever, Loke. Nope, that was worse. Ugh. And I heard it when I said it. Egészen gyorsan lehet vele tüzelni. Shall we? Mehetünk, igen. Menjünk haza. Menjünk haza. Szerintem Kratos észrevette, amúgy, hogy nem vagyunk ott. After Tyr was such a failure, just wanted to... Now hang on, little Jotun. Tyr may not be everything you expected, but a failure? You saved him from a terrible fate. Így That's van. Not nothing. Így van. Hey, maybe he'll be some help to us yet. Maybe. But Father's not gonna go along with this forever. He's probably already got our next hiding place all picked out. Well, let's not make it worse by getting caught. When we get there, I'll cover our tracks at the gateway and slip around back. And you just act natural, but quickly. Fú, srácok, ha ezt nem vette észre Kratos, akkor vak. Szintinek ez a menése, srácok. Na. Ja, nekem ott kéne menni, ja? That is not the risk that concerns me. Do we trust the path they would put us on? I trust their wisdom, and this is the closest thing to hearing directly from them. You are certain the giants would not counsel war? I said that they were wise. In my experience, that goes with being peaceful. Oh, little brother! Told you we needn't worry. Atreus, where have you been? Peeing? Hope you're all hungry! I could eat. Sírni? Nem tudott jobbat kitalálni? Tudja. Tudja. Egyértelmű. Egyértelmű. Csak nem vitatja, mert egészséges mind a kettő, éppen visszatértek, de... de... Is this sausage? Sure. Why not? Igen, mi az? I remember food tasting better. I suppose you'd like to try cooking for this lot. I accept. What? Atreus, we are planning our next move. Oh, so...
Jó, ez a kajás jelenet tetszik. Minek? Így van. Költözni. Shrine of Groa, young one. Your father tells me you found it there. Groa? The Knowledge Keeper? Oh, maybe there's a secret there I can unlock. Aye. Who better than the seer who saw everything? I wasn't sure you, Never mind. That's great. Alphon. Hey! Don't go forgetting this what'll get you there. Ez mekkora egy bunkó. Beleköpött a levesébe. Ezt miért csinálta? Ez a Brock egy akkora szemétláda. Jó kabu, az biztos. Pisildi voltam. Hogyne, én is. Tyr, you're really up for coming with us? I am. Whenever you're ready. Well, whenever your father's ready, I should say. If my counsel might help you towards the answers you seek, it's the least I can do to repay you. Plus, I think it will do me well to see the light of Elfheim again. That elf light is some good shit. Tele vagyunk. Oké. So... Srácok, én tolok itt egy mentést. Köszönöm szépen nektek az egész hetes figyelmet, a God of War ennyi volt erre a hétre. És jövő héten hétfőn fogjuk folytatni, ne felejtsétek el, hogy szombaton, azaz holnap lesz új videó a YouTube csatornán, amit délelőtt fogok kirakni, a Bayonetta 3-at gondoltam nektek bemutatni. Úgyhogy ezt majd nézzétek meg. Legközelebb akkor találkozunk, streamel pedig hétfőn este 17:30-kor. Köszi nektek még egyszer a figyelmet, jó hétvégét, srácok, vigyázzatok magatokra, sziasztok, minden jót!